Mézadomány érkezett a Pécsi Vérellátó Központba csütörtökön. Erre a kis kocsira került fel a 60 kg-nyi finomság egy része. Baranyai termelők segítik ezzel az intézményt, ahol a véradók kapják ajándékba a méhektől nyert élelmet november 24-én csütörtökön. Ez már nagyon jól bevált mézes csütörtök. 2016 óta szervezzük folyamatosan. Volt olyan év, amit többször is megtartottunk, és eddig 587 véradó jelent meg ezeken az akciókon, és 1446 beteget sikerült megmenteni. Nagyon köszönjük a felajánlást, és a véradók nevében is köszönjük, hogy így támogatják a véradást és a betegek gyógyulását. Hagyományosan a Baranya megye mézeversenyre nevezők segítik így a véradást, de van kivétel is. Most hétvégén díjazzák a helyi mézeket. A beküldött termékeket hozták el adományként, tudtuk meg a szakembertől. A méhészek azon túlmenően van olyan is, aki egyébként nem szeretné magát megmérettetni a versenyen, de nagyon szívesen küld mézet a véradó állomásnak erre a mézes véradó napra. Ezt minden év november végén szokta a véradó állomás megrendezni. Volt olyan év, amikor egyszer ősszel és egyszer tavasszal is lehetőség nyílt rá, amikor annyi mézet küldtek a méztársak, hogy lehetőség volt nyílt két mézes véradónap tartására is. A megyei önkormányzat elnöke azt mondja, a segítő szándék mellett jó kezdeményezés, hogy többen megismerhetik az itteni méhészek munkáját a mézeiken keresztül. A megyei önkormányzat számára minden olyan kezdeményezés fontos, amely segíti azt, hogy a megyében élők tudatosabb vásárlókká is váljanak, tudatosabb fogyasztókká is váljanak. Én azt gondolom, hogy ez az esemény is erre egy jó alkalmat jelent, hiszen tudjuk a pécsiekbe és a Baranyában élőkbe is tudatosítani azt, hogy érdemes keresni a helyi piacokon, illetve az áruházak polcain is a helyben megtermelt jó minőségű mézkészítményeket. Összesen 53 méhész terméke került az üvegekbe, van akitől többféle is. Így 95 darab tégely várja majd a véradókat ajándékként november utolsó hetében, a mézes csütörtök napján.